Néhány évvel ezelőtt alakult meg a Sátoraljóújhely és Hegyköz Együttműködéséért Egyesület, amelynek célja többek között a közös érdekérvényesítés. Ennek jegyében szerveznek évente több alkalommal közgyűléseket, hogy az Egyesületben érintett települések vezetői közösen találjanak megoldást a felmerülő problémákra. A legutóbbi alkalom egy bemutatkozó is volt egyben, hiszen az újonnan megválasztott polgármesterek is jelen voltak a közgyűlésen. Szamosvölgyi Péter Sátoraljóújhely város polgármestere ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a legfontosabb téma az Erzsébet kórház tájékoztatója volt, amelyet az igazgató tolmácsolt a polgármesterek felé. Ezzel kapcsolatosan hangzottak el kérdések, vélemények nem, de a kérdésekben a véleménye volt bújtatva. Én azt hiszem, hogy egy folyamatos egyeztetésre van szükség. A polgármesterek az egész térséget képviselik, minden embert, aki a Hegyközben, a két Bereckiben és Sátoraljóújhelyben él. És a polgármestereknek kutya kötelességük, hogy ha valami tetszik, akkor azt is elmondják, ha valami jó, azt is, de hogyha vannak problémák, mert hogy a visszajelzések hozzánk érkeznek elsősorban, akkor azt is. Ez egy őszinte beszélgetés volt, reményeim szerint az első ilyen beszélgetés volt, és nem az utolsó. A polgármesterek a kórház vezetése felé szeretnék közvetíteni az itt élő emberek véleményét, mind a járó, mind a fekvő beteg ellátással kapcsolatban, tette hozzá Szamosvölgyi Péter. Frankó Tamás Mikóháza település polgármestere elmondta, hogy hasznosak ezek a megbeszélések, hiszen több problémát jeleztek a kórház vezetősége felé, de emellett más témák is napirendre kerültek a közgyűlés során. Mi polgármesterek természetesen elmondtuk a lakosság problémáit, úgy gondolom, hogy mi kölcsönösen megismertük egymásnak a problémái feladatait, úgy gondolom, hogy ezek után mindenképpen javulás várható e tekintetben is. Beszéltünk másról is, nem csak a kórháznak a működéséről, beszéltünk például a pályázatokról, beszéltünk a fejlesztési lehetőségekről, beszéltünk az új járási keretről és annak esetleges felosztásának lehetőségéről, úgyhogy olyan térségi problémákat vettünk a mai napirendre, ami minden térségben lakót érdekel és minden térségben lakót érint. A következő időszakban is számos egyeztetést szerveznek majd az Egyesület polgármesterei, hogy a továbbiakban is megfelelően működjön a szervezet, így többek között pályázati lehetőségekről és a településeken felmerülő problémákról is tárgyalnak majd.